Titokzatos Simicska Orbán videóról ír a Népszava. Az LMP társelnöke 3 évig nem indulhat semmilyen vezetői posztért a pártban. Ez az etikai bizottság döntése. A szocialisták pénzbüntetéssel sújtják azokat, akik nem szavaztak maguknak se fizetésemelést. Mellesleg elfogadta a parlament a költségvetést. Heti elemzés Böcskei Balázzsal és Mráz Ágoston Sámuellel. Jó estét az uraknak! Ezeknél egy frissebbet hoznék az első helyre. Azt mondta Mráz Ágoston Sámuel ma a köztévében, hogy feloldhatatlan ellentét van az Európai Bizottság és Magyarország között. Tényleg? Az mi is magunk vagyunk a bizottság is egy kicsit, nem? Jó estét kívánok! Természetesen mondjuk az idézeteket a teljességükben érdemes érteni, és ez a kötelezettségszegési eljárás kapcsán állítottam ezt melyik? A mondatot. A stopsoros? A stopsoros kapcsán, ugye másképpen gondolkodik a bizottság, ideológiai értékrendi vitáról van szó, nem jogtechnikai részkérdésekről. De biztos, hogy nem jogi kifogásaik lesznek, hanem ideológiai megközelítésből próbálnak ilyen nyakateket módon jogi variációkat kifejteni. Keménynek tűnő állításnak ez a magja valóban, hogy jogtechnikainak tűnő, ám de ideológiai értékrendi vitáról van szó, és éppen ezért jogtechnikai finomításokkal nem lehet ezt kiküszöbölni. A migráció, már évek óta beszélünk róla, nehéz újat mondani eltéren, szerintem a nézők is egyetértenek, hogy itt beleáll alapvető. A kormány az ön véleménye szerint ebbe a vitába, tehát nem visszalép, nem tárgyal, hanem azt mondja, hogy tessék. Erre látok esélyt, ugye a júniusban az alaptörvényt kiegészítették, módosították, és belekerült egy olyan fontos mondat, hogy bár elfogadja Magyarország az Európai Unió jogának az elsőbségét, de ez bizonyos kérdésekben Magyarország szuverenitását, rendelkezési jogát nem írhatja felül, például a népesség kérdésében, és azért azt gondolom, hogy minden olyan kérdés, ami ezzel kapcsolatos, ezekben a kérdésekben Magyarország a szuverén döntéséhez, a szuverén intézményei által hozott döntésekhez ragaszkodni. Hát ezt kell volt az alaptörvénybe beleírni, hát nekünk van egy megállapodásunk az Európai Unióval, az a bizonyos belépésről szóló szerződés, amelyben le van írva, hogy mi minden maradt a saját jogkörünkben, és mi az, amit közösen vagy átruház vagy gyakorol. Azért, ha jogászokkal beszélgetni, mint előbb Hagpéterrel, ők meg fogják erősíteni, hogy vannak szürke zónák. Tehát nem lehet egy zárt listában ezt felsorolni. Egyrészt, másrészt más országok is gondolják, így például Németország, hogy az ő alkotmányuk az felülírja az európai jogot, csak ők eddig elkerülték, vagy megúszták, hogy ilyen típusú konfliktusok napirendre kerüljenek. Becskéljünk. Most úgy néz ki, hogy nem tudjuk megúszni. Erről vagy menjünk tovább? Hát ugye egyébként lehet, azért a kormányzatra jellemző volt az, hogy ezek egyébként jogtechnikai viták, hiszen az Európai Bíróságnak a fórumáról beszélünk, ahol ez a dolog majd ez a mérkőzés játszani fog. Tehát lehet úgy jogtechnikai finomításokat tenni a parlamenti munka során, hogy egyébként az ideológiai keret, értékkeret, az a nagy nyilvánosságban ne változni, és ne tűnjön fel a jogtechnikai finomítás, hiszen a Velencei Bizottság tól kezdve a kritikák, amelyek annak idején jöttek, és permanensek, azok mindig korrekciót engedélyeztek, vagy eredményeztek a kormányzat részéről, csak ezek a korrekciók kevésbé hangosak, mint az ideológiai küzdelemnek a permanens fennállása. Jó, erre nem akar mondani semmit, és akkor mehetünk tovább. Jó. Simicska videó, ez egy kamu történet, ebből semmi nem igaz, valószínűleg, hát ugye a biztosat itt hárman mi nem fogjuk tudni, csak hát mégis ennek a történetnek azért vannak ilyen kilógalóláb elemei, vagy valóban lehet olyan, hogy Simicska Lajos fog egy videókamerát, vagy akár egy telefont, és elkezd hosszan-hosszan beszélni, mondva, hogy ez az ő életbiztosítása. Ugye az a helyzet, hogy én nem tudom egyébként, hogy kinek az érdeke, hogy a harmadik kétharmad után, egy teljes fegyverletétel után, amikor Simicska Lajos úgy döntött, hogy komplett nyilvánosságokat ereszt el, egyébként egzisztenciákat ereszt el, újságírókat valakik úgy tájékoztassanak forrásokkal, biztos forrásokkal, hogy Simicska Lajosnak így az újságírók ezt leírják, a nyilvánosság elé ezt teszik, hogy atombombáznak folyamatosan, hogy emögött érdemi dolog soha nem volt, és most sincs ebben az ügyben, és az újságírókat így tájékoztatják, ők megírják ezt a hírt. Én nem tudom, ez kinek az érdeke, és kipörgeti ezt, és kitájékoztatja így az újságírókat, de szerintem ebben egy konszenzus van már a nyilvánosságban, hogy unjuk. Tehát bárki teszi ezt, aztán menjen el nyári szünetre. Simicska Lajos meg Amerikába, hogyha az igaz, hogy oda készül.
függetlenül minden egyéb videótól. Ugye az a nehéz ebben, hogy senki hivatalosan semmit meg nem erősít, hanem valaki valakitől úgy értesül, és aztán mások beszámolnak arról, hogy valaki azt hallotta egykor is, hogy ez egy ismerősétől. Lehetséges. Így van. Tehát ez egy igazi ilyen nyári lufi szerintem is. Ha jól belegondolok, ha valóban zsarolni akarná Simicska Lajos a magyar kormányfőt, akkor szerintem nem volna érdeke, hogy ezt nyilvánosságra hozza. Megpróbál a kampányidőszakban is, ezt láttuk a híres neves atombomba emlegetésével, megpróbál verbális nyomást gyakorolni a kormányfőre, de ez már a kampányidőszakban is kiderült, hogy nem igaz, nem volt atomfegyvere, nem vetett be semmit. Ha volna bármilyen, én biztosan azt tanácsolnám neki, hogy ezt jól dugja el, és csak azok tudjanak róla, akiket zsarolni akar. Ezzel így a választási vereség, súlyos vereség után szerintem zsarolni nem tud, ez egy, mondom még egyszer, egy lufinak. Ugye nem szívesen personalizálja az ember, mert hogy nem Csintalan Sándor nem szóvivője Simicska Lajosnak, bár kétségkívül narálta a véleményét az utóbbi időszakban, a kampányidőszakban különösen, és az un.hu újságírója megkérdezi, hogy mit gondol erről a videóról, és eléggé, hogy is mondjam, klikképes mondatokat mondott arra vonatkozóan, hogy mennyi hitelességét látjanak a videónak. Azt hiszem, hogy egy ilyen, hát mondjuk a simicskai hagyományt folytatja, mert olyan szóhasználattal ért, hogy mennyire tekinti hitelesnek, és hogy mit gondol arról, hogy a Népszavának például mivel kellene foglalkoznia. Ezt mondom, nem a Népszava hibája természetesen, hanem valakik folyamatosan ezzel traktálják az újságírókat, akik pontosan amiatt, hogy ez egy szürkezonás történet, valamilyen szinten kell, hogy igazságot tulajdonítsanak ennek a dolgoknak, de szerintem az az ellenzéki diskurzusnak, a nyilvánosságnak azt teszi ott, hogyha Simicska Lajost elengedjük tényleg Amerikába, és gondoljunk azokra az újságokra, akiket meg ő engedette. Mit kezdjünk a pártokkal, azokra az ellenzéki pártokkal, amelyek szemelláthatólag önmagukkal és az saját problémáikkal vannak elfoglalva? Az LMP társelnöke most nem méltó arra az LMP etikai bizottsága szerint, hogy az LMP társelnöke lehessen, de az LMP társelnöke lehet addig, ameddig nem lesz egy következő társelnök választás, ahol ő nem indulhat el, mert nem méltó arra, hogy társadalmak lehessen. Ezt a mondatot most végigmondtam, de a végén már magam sem értettem. A stúdióba a belépésünk előtt a Balázsnak mondtam egy megoldási lehetőséget. Az annál legjobb, ha kizárnák Szél Bernadettet a pártból, de megmaradhatna a pártelnöknek. Talán méltó lenne a jelenlegi helyzetben a válság kezelésére. Azt hiszem, hogy jelenleg az LMP-ben nevetségesé teszi magát a saját választói körében. Néhány száz tagja volt, és több százan kiléptek a pártból már. Nem egészen látható, hogy mi is ez a szervezet, hányan vannak, mit akarnak, és hogyan próbálnak majd a jövőben ellenzéki stratégiát alkotni. Én, amit hiányolok, az a mesterterv. Lehet, hogy az a mesterterv, hogy egyszer majd egy centralizált pártot ebből létrehoznak. Ugye Schiffer András távozása után ezt többször javasolta, hogy ez a bázis demokratikus szervezet nem tud működni. Hát de egyelőre... Valami látszik ebből. Egyelőre a mesterterv nem látszik, csak a politológus legfeljebb. Az viszont egy mai hír, tehát ez külön szépé teszi az egész történetet, hogy mindaz, ami most itt történik a hétvége óta, meg valamelyik éjszaka óta, hogy mindenki ki van zárva, ki van rúgva, de valaki vissza van véve, ez mind semmi is lehet egy kongresszusi döntéssel. Úgyhogy összeívnak egy rendkívüli kongresszus, az a kongresszus mondhatja azt, hogy ez az egész butaság. Hát ez innentől kezdve meg... tényleg nevetségesé teszi, mert akkor miért hurcolnak meg embereket, miért hurcolják meg önmagukat? Valóban a reggel az ATV-stalban a társadalatnak magam is hallottam a nyilatkozatot, amivel ezt megerősítette, hogy egy kongresszus felülírhatja ezt a döntést. Anélkül, hogy az LMP, szerintem ez pont a bázisdemokratikus működést mutatja. Egyébként így működik a bázisdemokratikusság valamilyen tekintetben. Az LMP-re mindig is jellemző volt szervezeti kultúrája tekintve, hogy az elnökségeket, a választmány és egyéb más döntéshozó fórumok vagy kontrolláló fórumok, jelen esetben az etikai bizottság blokkolhatja. Ez így volt, amikor a párbeszédesek kilöptek, ez így volt Schiffer András leléptetésekor. Ezért káros egyébként Schiffer András nézni mindig az LMP-s folyamatok mögött. Két gyerek hógolyozik az LMP-ben, az is Schiffer András által motivált. Itt jelenleg az történik, hogy az a Szél Bernadett egyébként, az Ungár Péter, az a Hatházi Ákos, és a negyedik embernek a nevére nem emlékszem, aki 2016. júliusában az együtt nem működésre, tehát hogy nincs közös egyéni, nincs közös listára, benyújtottak egy kongresszusi határozati javaslatot, elfogadta a kongresszus, és ennek a nem teljesítését, vagy az elnökség általi, hogy is mondjam, cseppfolyósá tételét számon kéri most az az etikai bizottság, akinek láthatóan nagyobb szerepe van kontroll intézményében, mint maga a politikai érdek. Szerintem ennek ellenére, hogyha jogot nézzük, akkor lehet, hogy az etikai bizottságnak van igaza, az egy politikai érdek viszont, hogy van egy társadalmi egy pártnak, aki az egyetlen látható arc ennek a pártnak érdemben, és egyébként maga módján sikeres, hiszen népszerű, ismert, neki köszönhető az LMP mandátumának jelentős része az ő arcának, azt talán lehet, hogy a
elég egy fegyelmivel, hogy is mondjam, regulázni, nem pedig egy olyan döntést hozni, ami azt eredményezi, hogy ilyen költői kérdéseket kell feltenni, hogy mi történik az LMP-vel. Tehát a politikai érdek legyen már fontosabb annál, mint sem, hogy a saját társadalmat hozon ilyen helyzetbe. Most a Balázs azt mondta, hogy az etikai elveket írja felül a politikai érdek, de ha úgy fordítom le a szavait, hogy normálisan kellene működnie egy pártnak, és a következő kongresszuson kell felelősségre volni a politikai hibákért a politikai vezetőket, nem pedig etikai eljárásnak álcázott módon, akkor egyetértek. Azt gondolom, hogy összességében mégiscsak a bázis demokratikus működésnek a korlátait demonstrálja ez a párt már nagyon régóta. És az MSZP, amelyiknek az elnöke, aki frakcióvezető, és nem tudott végighívni mindenkit, tudom, Kunhalmi Ágnestől tegnap itt elmondta a döntés előtt, hogy legyen-e több a képviselők fizetése, vagy sem. Így aztán most utólag akarja megbüntetni azokat, akik nem úgy döntöttek, ahogy ő gondolta, de nem közölte. Úgy lenne tisztességes, hogyha a fizetésemelés mértékével büntetni meg ezeket a tagokat, és akkor egészen igazságos végeredmény születne, de komolyra fordítva a szót, az ellenzék tényleg nagyon rossz állapotban van, a harmadik, kétharmad helyzetével láthatóan nem tudnak mit kezdeni, még csak a keresés sem indult meg a helyes stratégiára, a sebek nyalogatása van, és ez elég síralmas látvány. Mi lehet a kiút, egy új ellenzéki erő megjelenése egyszer valamikor, lehet, hogy nem is mostanában? Vagy ezekből a pártokból kellene valaminek kijönnie még a következő időszakban, ami te politikai teljesítmény és ami hat a társadalomra? Lakner Zoltánnak volt a 168 óra, vagy erős, nagyon erős kritikája azt illetően, hogy mit gondol az a politikai szerepfelfogásáról, most szabadon fogom értelmezni Zoltánnak a szavait, aki a zsarolásként éli meg ezt a törvénynek a megszavazását egy olyan parlament esetében, ahol kétharmados többsége van magának a kormányzó pártnak. Régi probléma, hogy kormányellenzékként viselkedünk, vagy pedig rezsim rendszerellenzékként viselkedünk. Jelen esetben az MSZP, ahogyan a Jobbik egyébként az alaptörvény módosításán, nem tudta ezt a kérdést megint első körben megoldani, hogy most az elkötelezett, tántoríthatatlan kritikusa akar lenni a NER-nek, vagy éppenséggel megint csak a politikai racionalitás felől nézve, hiszen még egyszer kétharmadról van szó, nem megmagyarázható döntéseket hoz, majd a pártelnök ebben a stúdióban azt mondja, hogy most mondtam, ez ilyen bagatellírva a politikában térerő probléma, vagy mi az, hogy nem tudom elérni? Túl sokan van. Tehát ez lehet, hogy a 90-es években még ezt elhiszi a televízió néző. Ma azt látja, hogy itt egy kétharmados törvény meg nem szavazása miatt, amely a képviselők illetményének emeléséről szól a NER-ben, azért büntetnek meg országgyűlési képviselőket. Nem tudja értelmezni a választ, hogy mi történik a Magyar Szocialista Párt baloldaliságával tekintetben. Ágoston ezársz. Minden esetre az látszik, hogy az ellenzékkel nem ellenséges a kormány, hiszen a pártalapítványok támogatását is emelte, és minden képviselő részesül abból a béremelkedési spirálból, amiből az átlagember. Hát ez a szatíra volt a végére, de szatírával is kezdtük voltak éppen, amikor leírtam, hogy mi a helyzet az LMP-ben. Tisztességes összefoglalása a helyzet. Ez így kerek, köszönöm szépen.